Szeretettel köszöntöm a kedves televízió nézőket. Önök a Számok és a Valóság című műsoromat látják. Ahogy megszokhatták, hát ismét itt vagyunk, és most egy kicsit különleges vendégeket hívtam meg a műsoromban, mint hogyha eddig nem hívtam meg volna különleges vendégeket, de ez a mai nap, ez nagyon-nagyon különleges, miután egy nagyon kellemes házaspárt hívtam meg a műsoromba, akik nem mások, mint, már is bemutatom, az illető hölgy itt ül velem szemben. Rácz Andrea. És a kedves férje. És Moraret András. Így van. Hát kérem szépen, miután a műsorunk azért hát karakterológiai műsor is egyben, de azért itt elmondanám, hogy András Moraretről beszélünk, vagyis Moraret Andrásról, aki Erdélyben született. Ez így van, egész pontosan Tasnádon. Tasnádon, ami régen Tusnád volt. Nem, ezt sokan összetévesztik. Tusnád az egy fürdőváros, és sokkal messzebb van. Tasnád a határtól légvonalban 30 kilométerre van, hát Debrecentől 60 kilométerre talán így lehet legjobban belőni. Szatmárnémeti és Nagyvárad között van félúton. Egy gyönyörű szép hely lehet még. Abszolút, így van. Oda húz a szívem mindig. Hát azt el is hiszem. Na most a másik, amit szeretnék még elmondani, hogy András Moraret 1979. szeptember 8-án született. Én számomra nagyon érdekes születési képlet. És ha megszabadna kérdezni, mivel is foglalkozol? Fogászat területén dolgozunk, én is és a kedves feleségem is. Hát amióta az eszemet tudom tulajdonképpen, az iskoláimat is ezen a területen végeztem. Tehát fogtechnikus. Fogtechnikus végzettséget rendelkezem, így van, de egy fogászati rendelőnek a tulajdonosa is vagyok. Hát gratulálok. Vagyunk a feleségemmel. Gyönyörű szakma és egy gyönyörű életpálya, amit látok. De viszont én úgy gondolnám, hogy a kedves feleségedet sem fogom én itt háttérbe helyezni, mert hogyha elmondom, hogy 1979. november 2-ai Skorpióról beszélünk, és egy gyönyörű szép kedves hölgy ül itt velem szembe, akinek az édesapja, Rácz Pál, az aranykoszorú díjas hangszerkészítő mester, és az egész világszerte már ismert és bejárt sikereinek a tulajdonosának a kedves lánya, nem más, mint Rácz Andrea, aki született, előbb elmondtuk 1979. november 2-án, és arról beszélj nekem, legyél olyan nagyon kedves, hogy hogy is jött neked ilyen ötleted, hogy dentál higiénikus legyél. Hát eredetileg milyen a szépségiparba szerettem volna érvényesülni, és valahogy így kombináltam az egészségügyel, és így lett ez az ötlet, de nagyon szeretem, és itt is végül is ki lehet teljesedni. Igen. Embereken segíteni. Hát ez meg a másik. És gondolom, hogy azért is jutott az eszedbe ez az egész, mert hát a szépészethez azért mennyire hozzátartozik azért egy nőnek vagy egy férfinek a fogsora. Az biztos. És mennyire sokat számít az, hogy mennyire úgy kezeljük és úgy ápoljuk a fogunkat, hogy az megfelelő legyen. Nem? Igen, sokan nem igazán tudják. Sajnos, hogy nagyon sokan nincsenek is vele tisztában, hogy például egy fogkőlevéttel vagy. Igen, az egy prevenció, meg lehet előzni a problémákat. Így van, prevenció, hogy megelőzzük hát a problémákat, és hogy ne veszítsük el, ha lehet, a fogainkat. Mit kell érte tenni? Pontosan. De evezünk egy kicsit más vizeken is. Hát a két képlet azért nagyon érdekes, mert ugye szeptember 8-án született az András, és te pedig november 2-án. Hát ugye azt szokták mondani, hogy hú, ezek a skorpiók mennyire félelmetesek, pedig hát ez minden igaz. És én egy nagyon pörgős és nagyon kreatív, nagyon érzékeny skorpióval beszélek. Mondd, teli holdkor milyen megérzéseid vannak? Fejfájás, vagy éppenséggel aluszékonyság, vagy a nem tudok aludni? Hát inkább a nem tudok aludni. Talán. Inkább úgy befolyásol a teli holdnak a behatása? És ha megszabadna kérdeznem tőled azt, hogy ez a pörgősség, hogy az életedben, magában, az egész habitusodban, hogy jelenik meg ez, hogy tehát azért egy merkúri ember vagy? Hát mindig keresem az utam, szeretek mindent kipróbálni. Újabb ötletekkel. Tehát soha nincs megállás. Változás, igen. Mindig a változás, igen, és soha nincs az megállás. Megújulás, ami abszolút. Én úgy gondolom, hogy ez nagyon jó dolog,
és nagyon sok minden köt össze titeket, de viszont a kedves férjedről hagyd kérdezzem, és férjed, vagyis tőled, András, hagyd kérdezzem meg, hogy hogy ismerkedtetek meg az Andreával? Most tudom, hogy ez egy ilyen nagyon bökös kérdés, de... Nem készültünk a kérdésre, de büszkén vállaljuk, hogy mi kvázi egy összehozott pár vagyunk. Egy kedves közös ismerősünk mutatott be ez egymásnak. Ez egy jó dolog, régi praktika, de hasznos. Abszolút működőképes volt, mivel ő ismert mindkettőnket külön-külön, és ő tudta már, hogy mi esetleg összetudunk, tehát hogy összeillünk. Így van. Közös a szakma, ugye? Tehát volt egy kis kerítés benne, volt, igaz? Volt, így hát az esküvőn. Régi dolog. Az esküvőn őt választottuk tanúnak. Most is nagyon szeretjük őt, egy nagyon kedves barátunkról van szó. Értem. András, szeptember 8-ai vagy, túl precíz vagy a munkádban, és hát mindenben az életben, az életeddel kapcsolatosan mindenből nagy dolgot csinálsz, ami úgy azért értéged az életben? Vagy ez a túlságos analizáció, túlságos értékítélet, ez hogy működik benned? Egész fiatalon felismertem már ezt az oldalamat, és abszolút aláhúzom azt, amiről beszélsz. Uh-huh. Vagy csinálok valamit, vagy nem, tehát általában így vagyok a dolgokkal, és hogyha valamibe belekezdek, akkor azt mindig szeretem végigvinni, és majd aztán. Tehát 10 éves koromban találkoztam legelőször ezzel a közhelynek számító dologgal, hogy az a hajó, amik nem tudja, melyik kikötőbe tartanak, egyik szél se kedvez. Így igaz. Hát én azóta úgy élek, hogy egy célt kiválasztok, elmegyek a végéig, aztán, hogyha ott nem jó, akkor váltunk irányt, de soha nem csinálom ezt a bizonytalan se ide, se oda. Hát én szerintem ez egy nagyon jó tulajdonságod, mert azért egy céget vezetni nem egy kis dolog. Hát ez csak így lehet, igen. Igyekszem nem a szélsőségek embere lenni, oda bent, emberségesen viselkedni természetesen, ahogy... Már az alkalmazottakkal. Az alkalmazottakkal. Hát az ő elmondásuk szerint jó főnök vagyok. Én a kollega szót jobban empatikus, szeretem, hogyha... Empatikus, megértő... Igyeksz, igen, mindig adok időt, igen, egy beszélgetésbe, hogy megtudjam az ő álláspontját is, és aztán szoktam dönteni. Értem. Meg szeretném még kérdezni, hogy a szépészet és magában ugye a Vénusz behatása, hát egy vénuszi ember vagy, hát a Vénuszból vagy összegyúrva, és ez a szépészet és magában az, hogy kreativizmus, egy kicsit úgy földiességet is ad neked, de mennyire határol be téged, tehát mennyire törekszel arra, hogy a környezet, mondjuk ez az igazság, hogy én már láttam, hogy a te környezeted milyen a munkahelyeden, hát a csodálatos és gyönyörű, de mennyire határolja be az érzelmeidet, tehát így az otthonoddal kapcsolatban is, hogy a szép körül vegyen téged, és a harmónia. Nagyon fontos, hát elég ránézni a feleségemre, és akkor már is tudja mindenki, dolog. Hogy... Na, a kedves urak tanulhatnak az Andrástól, tisztelet a kivételnek. Hogy mennyire fontos is ez nekem. Amúgy amellett, hogy fontos a szép, fontos az is, hogy miért dolgozunk, miért küzdünk. Elvek miatt, vagy keresztény neveltetés miatt, pontosan nem tudom én se, de az volt az elhivatottságom, hogy jó, úgy csinálni pénzt, hogy közben jót teszünk az emberekkel. Hát ez a legjobb dolog a világon. Vagy ezért, szépé tenni az embereket, vagy pedig jót tenni az így emberekkel, van, így és így van, ezt összegyúrva egyben, hát ezért ez a legszebb tulajdonság. Tehát közé tartozik. Pár dolog ki is került, ugye, emiatt, anélkül, hogy ítélkeznék, de dohányt meg alkoholt nem akartam soha árulni, vagy ezzel foglalkozni, és hát maradt az, hogy segítsünk másoknak, és hát gyerekkoromban a krétából már fogakat készítettem. Így hát, micsoda megszállottság. Így hát szüleim meglátásával ők egy kicsit eligazítottak, hogy ezt az irányt vegyem, és hát így alakult ki. Hát azt lehet is látni, hogy azért a szülői házban is ugyanilyen precízen és nagyon odafigyelve neveltek téged. Felgondolom, vannak testvéreid is. Igen, egy gyönyörű nővérem, akivel nagyon jó a kapcsolatunk, borzasztó jó. Azt lehet látni, hogy azért tágcsalád, szűkcsalád esetében is azért a harmónia és magában az, hogy elég szorosan odafigyeltek a neveltetésedre a szülők, ez nagyon meglátszik. De ugyanakkor az Andrea tekintetében meg viszont
Szintén úgy látom, hogy azért a családot tekintetében, hát mint hogy most valljuk be őszintén, hogy én ismerem az Andreának a családját egy kicsit, tehát azért már itt közelebbről ismerjük egymást, hogy azért lehet látni, hogy ott viszont a lélek annyira hatalmas engedékenységet és hatalmas szeretetet mutat a családban, hogy így a családi harmónia szerintem inkább nem is mindig, hogy mondjam, tehát túlzottan megengednek mindent. Valljuk be őszintén, nem? Tehát inkább nagyon a lélek, nagyon a szeretet van kimutatva. Igen, abszolút. Nem, mi most nem elmarasztalni szeretném, mert nem, mint hogyha itt nem erről lenne szó, hanem az András esetében csak, tehát ott egy kicsit talán, hogy mondjam, előbbre látóak voltak a szülők. Igen, de ők mindig engedték, hogy a magam útját járjam. De persze támogatással. Viszont azért támogatással, de egy kicsit úgy azért jobban a lelkiekre, hogy na, akkor lányok, és akkor járják a maguk útját. De azért én úgy látom, hogy a te időszakodban, és a mostani évedben, mert hát ugye szolár évet veszünk, és hát ha ugye mindenki arra kíváncsi, hogy milyen évük lesz, nem? Akkor azért azt meg lehet látni benne, hogy azért nagyon sok a kihívás a te szakmádban is. Hát igen, néha nem egyszerű, de épp ez benne a szép. Ugye? És gondolom, hogy mennyire szed. Nem félsz, amikor esetleg valakinek a szájában kell turkálni, és pont a fogkövet kell levenni, és akkor az illető, mit tudom én, ő is fél, és te is félsz, hát, vagy ez nem így? Már nem, hát az elején mindenkiben van egy kis drug, de most már ennyi év után nem. Értem. Na most abszolút meglátszik rajtad, hogy egy segítőkész ember vagy. Odafigyelsz magadra, odafigyelsz a szakmádra, de a skorpióknak a szélsőségében, elnézést, mert ugye mindenki azt mondja, hogy a skorpiók mennyire szélsőségesek, azért néha van egy kis szélsőséged, de azért próbálod megtalálni a középutat, ami nem mindig sikerül, valljuk be őszintén. De viszont egy nagyon jó lelkű skorpió vagy. Hát azt mondják. Na most annyit még azért hadd szabadjon elárulni, hogy egy gyönyörű szép kislányod van. Igen, aki már lassan nagylány. És így a gyereknevelés tekintetében hogy állsz a problémákhoz, és hogy milyen utat engedsz a gyereknevelésben? A férjem szerint egy kicsit túl engedékeny vagyok, valószínűleg a saját neveltetésemből. Kifolyólag. Én is. Egy anya. De azért igen. A túlzott megérző készséged, én úgy látom, hogy azért nagyon dominál. Tehát hát azért nagyon ráérzel mindenféle olyan hatásra, behatásra, ellenhatásra, sőt pozitív hatásra is, amelyek úgy az életben előfordulnak. Hát tehát igen. Volt-e már olyan eset a családodban, hogy te már ezt előre érezted, hogy történt volna? Jó, voltak, most így konkrétan nem tudok felsorolni, de volt egy pár ilyen. Tehát akár igen, pozitív, akár negatív akár értelemben. Akár pozitív aspektusban, akár igen. Negatív értelemben is, tehát azért te jobban ráérzel azokra a lelki történésekre és azokra a behatásokra, amik még ugyan nem történtek meg. És pontosan ez is a skorpiónak az egyik érdekes, hogy mondjam, tulajdonsága, mert a skorpióról sajnos ugye azt hiszik, hogy na ez egy félelmetes, egy mint hogy ugye az állatra gondolnak, pedig higgyék el nekem, hogy nem, egyáltalán. Vannak olyan skorpiók is, de vannak annyira jó skorpiók is, kiismerhetetlenek, pikáns jegyek, gyönyörű jegy tud lenni, tehát mindig érdekes a skorpió. Tüzes. Tüzes jegy. És nagyon tud szeretni. Tehát és nagyon tud szeretni. Mondjuk valljuk be őszintén, hogy egy kicsit szélsőséges, és azért szélsőséges, mert vagy szeret valakit, vagy egyáltalán nem szeret valakit. De pontosan ez a jó, mert ezért nem hazug. Így nem? Van, abszolút. Hát András nem tud hazudni, soha nem is hazudott. Pontosan ez benne a legszebb és a legjobb tulajdonság. Hogy vagy, középút nem igazán létezik, bevallom őszintén nekem az ascendensem skorpió, és ugye hát már 40 fölött azért az dominál, ilyenkor mindig azért az uralkodó bolygó mellett az ascendensnek a minősége és tulajdonsága, de hát azért nem elvetendő a napjegy sem. András, milyen terveid vannak a jövőt illetőleg? Mit szeretnél? Kicsit meg vagyunk torpanva, mert mindent sikerült elérni, amit terveztünk. Jaj, de így jó! Hát, vannak tervek természetesen.
Nyilván a fogászat terén a legtöbb, és a családi, hát a családi életet illetőleg is. Igen. A külföldi páciensek felé utazunk, adva lészen, hogy ugye egyre kevesebben engedik meg Magyarországon a jó minőségű fogászati ellátást. Hát már ez mondjuk elég sajnálatos dolog. Igen, és mi erre készültünk, tehát mi erre vagyunk beállva, hogy magas minőséget csináljunk. Az elmúlt 5 évben közel 10 000 páciensünk volt, erre büszkék is vagyunk. Hát ez csodálatos, szuper, gratulálok. Köszönjük hozzá. Szépen. Mostanra érett meg a csapat, hogy egy kicsit elkezdünk külföldi piacok felé is kacsintani. A családot illetőleg viszont egyre több szabadságot szeretnék. Hát a kettő egy kicsit ellentmondásos, mert többet is dolgozni, meg többet is családozni az úgy nehezen kivitelezhető, de igyekszünk minőségi időt együtt tölteni. Na most a következő évre rátekintve, én úgy látom, hogy azért egy évvel ezelőtt, sőt egy olyan bő másfél évvel ezelőtt te valamit nagyon lezártál munkailag, tehát egy új útra tértél rá, és egy nagyon, hogy mondjam, egy évvel ezelőtt tehát belefogtál valamibe, amiből majd ebben az évben lesz haszon. Igen, ezt teljesen és, jól látod. Mindenféleképpen én úgy gondolom, hogy ezek a pályázatok és ezek a olyan előrelépések, tehát azok a dolgok, amik most előre visznek téged, és hát belefogtál egy olyan lehetőségbe, egy olyan, hogy mondjam, projektba, ami a következő időszakodban már előre visz. Tehát ne várd azt, hogy mindjárt, de körülbelül olyan tél környékén, azért, mert hát szeptembertől szeptemberig tart ugye csillagászatilag az év, és gondolom ugye hát ebben az időszakodban most ugye hát várod a sikert, és egyre jobban, de egy kis türelmet kérek, mert én gondolom, hogy azért szeptember után egy új időszak következik, holdbehatású éved lesz, nem mintha nem lennél túlérzékeny, de most még érzékenyebb leszel egy kicsit. Elképzelhető, hogy egy kicsit türelmetlenebb is, habár azért valljuk be őszintén, hogy azért ilyen nagy volumenű események és ilyen nagy volumenű tervek esetén ki ne lenne türelmetlen. Nem? Igen, és abszolút alá tudom támasztani azt, amit mondasz. Ami nagyon forduló pont volt az életemben, az 2 évvel ezelőtt talán a alkalmazotti viszonynak az elhagyása, mert egy ideig hát párhuzamosan ment a kettő, tehát a vállalkozás és legyek, vagy egy vezető igen, szerepben tehát ez hozott is némi kavarodást az életemben, de már stabilizálódott. Uh-huh. A másfél évvel ezelőtti dolog, ami beindulhatott, az biztos a pályázat, amin sikeresen nyertünk, igen? Amit most zártunk, és tényleg télre valószínű, hogy lesz belőle pénz is, úgyhogy alá tudom húzni azt, amit mondasz. Még most ne várd majd csak a következő időszakban, mert a következő időszakban fordul úgy az év, tudod? Tehát épp így, ahogy az előbb elmondtam, hogy akkorra tudnak beérni a dolgok, ne akard leszedni az előbb az éretlen gyümölcsöt, ezt szoktam erre mondani. Várjuk meg, amíg megérik az a gyümölcs. Nagyon örülök neki. És meg szeretném még tőled kérdezni, András, hogy magadban úgy, ha számot vetünk, és úgy azért olyan másfél évről beszélünk, teljesen lezártál mindent? Tehát voltak olyan családi kapcsolataid, amelyek esetleg negatívok voltak, vagy volt baráti kapcsolatok, vagy bármi olyan esemény, vagy bármi olyan értetéged, amit érdemes volt lezárni 2 évvel ezelőtt? Hát úgy gondolom, hogy mindenki életében vannak jó és rossz kapcsolatok. Uh-huh. Kicsit meg is lettem ezért szólva bizonyos volt baráti társaságaimban, hogy már nem keresem a társaságukat. Nem is csodálom, mert azokban szívesebben a kapcsolatok már igen, nem villanyoznak fel. Igen, sokkal szívesebben van az ember olyanokkal, akik bíznak abban, hogy jót hoz a jövő, hiszik azt, hogy lehet még itt akár Magyarországon is valamit sikeresen csinálni, nem kell ahhoz elmenni külföldre. Így van. Hát ezeket a negatív embereket én igyekeztem egy ilyen ládába bezárni, így van, ládába bezárni. Igen. Aztán inkább azoknak a barátságát keresem, akikkel ilyen pozitív irányba tudunk értekezni, beszélgetni. Úgyhogy átalakult ez a része is, igen. Igen. Na most érdekes a dolog, mert valljuk be őszintén, hogy
elkezdtél egy kicsit a pozitív, vagyis hát nem kicsit, hanem a pozitív gondolkodás fele fordulni, és rájöttél arra, felismerted magadban azt a képességet, hogy mekkora ereje van a gondolatnak. Abszolút. Nálam ez Meselj egy kicsit igen, róla, igen, nálam. Van időn talán. Nálam ez egy tanult viselkedés, és biztatok mindenkit arra, hogy merüljön bele és olvasson bármilyen irodalmat, ami ezzel kapcsolatos. Így van. Hiszen megtanulható, és mindannyiunkban ott van ez a pozitív energia. A láthatatlan törvények ugyanúgy működnek, ha hiszünk benne, ha nem. Gondolok itt a vonzás törvényére. Így van. Az okozat törvényére. Amit ugye már magadra meg is tapasztaltad a vonzás törvényét, abszolút. Rá is jöttél, hogy mekkora hatalom van a kezünkben. Abszolút. Csak nem mindegyikünk tudja használni. Hát de valljuk be őszintén, hogy érdemes megtanulni, nem? Érdemes. Érdemes, és foglalkozni vele. Abszolút. És talán még egy kicsit én se hiszem el teljesen. Én a materiális javakat, mint bizonyíték gyűjtöm arra, hogy működik. De valahogy még mindig dolgozok azon, hogy na jó, akkor a következő autó, vagy a következő, nem tudom, beruházás, amikor megvalósul, és akkor egy pár napig, hétig az ember elhiszi, hogy hát nagyon jó, hát fantasztikusan működik a dolog, de aztán megint elkezd gondolkodni, hogy vajon biztosan működik, és akkor megint elkezd... És akkor már a kételkedés, és akkor visszahúzod magad, és akkor gyorsan vissza kell jönnünk a jelenbe, hogy akkor igen, és most, és ez tényleg valóra is válik. Én igen. Megmondom őszintén, hogy annak idején, amikor még nem volt autóm, nekem így lett autóm. Hogy elképzeltem, hogy már megvan, és köszönöm szépen a gyönyörű ezüst autóm, aminek én nagyon örülök, és nagyon szeretem, és ténylegesen egy 3-4 hónap múlva nem véletlenül ezüst autóm lett. Úgyhogy tényleg ez így volt. Pedig akkoriban tényleg annyit álmodoztam róla, és még az autónak a márkájával sem voltam tisztában, de tényleg így lett autóm. Abszolút. Tehát ez működik abszolút működik, és én magamról tudom, hogy a vonzás törvénye mekkora hatalommal bír. És te, Andrea, hogy állsz ezekhez a dolgokhoz? Én is abszolút pozitívan, és tapasztalom egyre ezeket jobban. A dolgokat egyre jobban, igen. Uh-huh. Értem. Kérlek szépen a te következő időszakodban, mert azért téged sem szeretnélek kihagyni. Én úgy gondolom, hogy egy nagyon érzelmi időszakot következik most novembertől, tehát a másodikát azt ne is vegyük, hanem már novembertől beesik az időszak, és hogy egy kicsit még így fokozzam a hangulatot. Én nagyon úgy érzem, hogy a jövő évben egy második baba fog érkezni. Hát legyen jó így. Isten, hogy így legyen. Legyen így. Legyen így, én nagyon fogok örülni neki. És hát én nagyon-nagyon szépen megköszönöm, hogy itt voltatok. Mi is köszönjük a lehetőséget. Nagyon-nagyon szívesen. És várlak bármikor máskor benneteket ugyanilyenkor nagyon nagy szeretettel, de viszont nem csak titeket, hanem a kedves közönséget is. Úgyhogy ne felejtsék el, jövő héten kedden ismét kutakodunk az életekben és a karakterekben. Várom Önöket nagyon nagy szeretettel, és minden szépet és minden jót kívánok Önöknek.